Több mint egyharmadával emelkedett a gáz, az áram és a fűtőolaj ára Észak-Írországban az elmúlt 4 hétben. Az ok az Ukrajnában zajló háború, az árak pedig várhatóan tovább emelkednek. Nos, teljesen meg vagyok döbbenve. A február 24-i 550 fontról több mint 1000 fontra emelkedett az ár, és csak ma esett vissza 8-900-ra, mondja a nyugdíjas Kevin Murphy, aki 2 naponta ellenőrzi az olajtartály szintjét. Az ukrajnai háború kezdete óta az észak-írországi lakástulajdonosok tapasztalták a legnagyobb 35%-os növekedést Európában, és az árak tovább emelkedhetnek. Ez elég magas. Emelkednek a megélhetési költségek, de az infláció csak egy tényező. Valószínűleg a legalacsonyabb jövedelműek lesznek a legnagyobb bajban. Mindig így megy ez, ha Észak-Írországról van szó. Nekünk mindig többet kell fizetnünk. A fűtőolaj áremelkedése elképesztő. A kormánynak segítenie kell nekünk. Segítségre van szükség. Akad, akinek jobb a helyzete, és akad, akinek nem. A kevésbé jó módúak mindenképpen segítségre szorulnak. Nem meglepő, hogy a brit kormányon egyre jobban nő a nyomás. Számos intézkedést meg lehet tenni a Westminsterből, és itt helyben is. A Westminster eddigi lépései ugyanakkor csalódást keltőek. A pénzügyminiszter többet is tehetett volna, mint például a társadalombiztosítási járulékok emelésének eltörlése, vagy infláció követő juttatások folyósítása. Helyben 300 millió fontunk van, amit nem tudunk kiosztani a Demokratikus Unionista párt távozása miatt. Ha Nagy-Britanniában érvényben lehetnek az ársapkák, akkor itt is érvényben kell lenniük, mondja egy helyi képviselő. Az otthoni fűtőolaj, gáz és villamos energiaköltségek növekedési üteme Észak-Írországban a legmagasabb az Európai Unióban. Ezzel szemben az egyetlen pozitív fejlemény az, hogy jön a nyár, és a következő hónapokban alacsony lesz a fogyasztás. Ha nem történnek lépések a növekvő energiaköltségek kezelésére, akkor a rosszabb pénzügyi helyzetű észak-ír lakástulajdonosoknak nehéz döntéseket kell hozniuk. This is Ken Murray for Euronews, Belfast, Northern Ireland.